A Kaposmenti térség az elmúlt évben is jelen volt a Váramegye rendezvényén. Az idei esztendő különlegessége az volt, hogy a kistérség vezetője, Dombóvárváros először mutatkozott be. Eddig a térséget 3-4 település képviselte, Dombóvárváros idén első részben van itt. Ma a településeinknek 2/3 település vezetője itt van, nyilván a többiek sajnos nem tudtak eljönni, de azt gondoljuk, hogy megtaláltuk helyünket a megyébe, és Dombóvár is visszakerül a térképbe, és elmondhatjuk magunkról most már közel fél éve, hogy Dombóvár Tolna megyéhez tartozik. Rengeteg értékünk van, nyilván a klasszikus a Rákóczi túros, de ezen túlmenően azt gondolom, hogy a helyi kézműveseink ma már olyan termékeket állítanak elő, amely megállja a helyét Tolna megyében és akár Magyarországon bárhol. Azt gondolom, hogy érdemes megnézni a standunkat, hiszen kevés település mondhatja el magáról, mint Dombóvár, hogy orchidea teleppel rendelkezik, hoztunk dombovári orchideát is. És nyilván ezen túlmenően azt gondolom, hogy mint minden településnél nálunk is a gasztronómia viszi a hangsúlyt. Azok a termékek kerülnek itt a bemutatásra, amelyeket a térség egyéni vállalkozói, kisiparosai állítanak elő, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy két buszt is megtöltött azoknak a terméknek a köre, amit ma magunk el tudtunk hozni Medinára. A közös értékek kulturális jelentősége nem kérdés. Az azonban igen, lehet erre gazdaságot építeni. Hát szerintem közös értékek már vannak, tehát nem lehet létrehozni, hanem ezek itt vannak közöttünk, csak össze kell fogni őket. Úgyhogy gyakorlatilag szerintem ez jó kezdeményezés, hogy közösen jöttünk, közösen állítunk ki. Szerintem mindenkinek a saját településén most sikerült annyira összeszedni a helyi termékeket és a helyi vállalkozókat, hogy mindenki szívesen adott, szívesen mondta, hogy hadd jöjjön ide és hadd mutathassa meg önmagát, illetve hadd mutathassuk mibe a termékeket, és én azt mondom, hogy tényleg egy közös összefogással eddig is erős volt azért a gazdaság, és szerintem még jobb lehet így, hogy tényleg közösen megyünk előre. Lehet is ezt fejleszteni, ezt az értéket tovább, mert ez maga egy nagy érték itt a Kapos mentén, hogy ezek a községek, meg az önkormányzatok itt tényleg egymásra épülnek, hogy úgy mondjam, és segítik egymást, és együtt dolgozunk. Most a helyben Gyulajon, mert én Gyulajt képviselem igaziból, itt is most én vagyunk a munkaügyjel összekapcsolódva, szeretnénk itt fejleszteni a romák, meg a munkanélkülieknek a munkalehetőségeit próbáljuk fokozni. És ezért most ilyen tanfolyamot is szerveztünk, ilyen textil termék összeállító tanfolyam indult most per pillanat. És ebbe a ilyen varodát, kis varodát szeretnénk összehozni, akinek tényleg úgy kézügyessége, meg hozzáállása olyan, akkor összehoznánk, szeretnénk, terbe vettünk egy ilyen kis varodát, hogy ezzel is emeljük a munka lehetőségét, hogy valaki tudjon elhelyezkedni, ha úgy gondolja, hogy itt tud érvényesülni. Nyilván mindenki ezt gondolja, és bármit neki kell elkövetni, mindig azt gondolja, hogy annak előbb-utóbb gazdasági haszna is lesz. Azt gondolom, hogy a gazdasági haszon az közvetett és közvetlen módon is mérhető. Nagyon fontos az, hogyha aki előállít valamit, azt el tudja adni, de nagyon fontos az is, hogy aki azt meg akarja venni, eljöjjön hozzánk. És Dombváron és dombvári járásba töltse el a mindennapjait. Ezáltal azt gondolom, hogy nem csak egy termelőt hozunk helyzetbe, hanem az egész térséget. Össze kell, hogy fogjunk 16 település tekintetében, azon túlmenően, hogy ezeket az értékeket már feltérképeztük, megfelelő attrakciókat kell létrehoznunk, amelyekhez megfelelő szálláshelyet kell biztosítanunk, hogy minél több vendégészakát töltsenek le a dombvári járás területén Magyarországról. Dombováron ünnepre készülnek, hiszen ide lesz 50 éve, hogy várossá nyilvánították a települést. Az ehhez kötődő attrakciók újabb látogatókat hozhatnak a térségbe, akik testközelből tapasztalhatják, láthatják vagy éppen kóstolhatják meg a Kaposmente értékeit.